Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Sajó Zénó vagyok. Fügtem egy néhány mondatban. Újabb 20 évvel kiterjesztették az atomerőmű üzemidejét, sajtótájékoztatót tartottak Pakson. Adományozó ünnepség Szekszárdon a Magyar Kenyere program keretében adtak át köszönő leveleket. Élménypedagógián innen, komfortzónán túl, tapasztalati tanulás az oktatásban. Megmérettetés, karate verseny Dombóváron. Sajtótájékoztatót tartott az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. Az eseményen a vállalat vezetői és szakértői beszámoltak az atomerőmű jövőképéről, az üzemanyag készlet további növeléséről, valamint az Európai Unió számára bejelentett üzemidő hosszabbítás részleteiről. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT sajtótájékoztatóján a vállalat vezetői számoltak be arról, hogy az Euratom előírásainak megfelelően bejelentették az Európai Uniónak a Paksi Atomerőmű további üzemidő hosszabbításának megkezdését. Kis Csaba, az MVM ZRT termelési vezérigazgató helyettese elmondta, a Nemzeti Energiastratégia eredményes megvalósításának egyik fő letéteményese az MVM csoport, sikereié pedig a Paksi Atomerőmű. Fontos célunk, hogy a Nemzeti Energiastratégiával és a karboncsökkentési kötelezettségekkel összhangban biztosítsunk energiát, fenntartva az ellátásbiztonságot. Az atomenergetikai kapacitások fenntartásával is szeretnénk bizonyítani a fenntartható jövő iránti elkötelezettségünket, ahol energiaszükségleteket úgy elégítjük ki, hogy közben nem veszélyeztetjük környezetünket és annak kényes egyensúlyát. A Paksi atomerőmű blokkjainak tervezett üzemidejét eredetileg 30 évben határozták meg. A 2002 és 2017 között végrehajtott üzemidőhosszabbítás eredményeként a blokkok további 20 évre kaptak üzemeltetési engedélyt. A további hosszabbítás azt célozza meg, hogy a blokkok üzemidejét újabb 20 évvel kiterjesszék. Tájékoztatott Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója. Hozzátette, jelenleg 412 atomreaktor működik a világban, 300 ezer megawatt teljesítménnyel, ezekhez képest a Paksi 2000 megawatt teljesítmény nem tűnik soknak, de a kibocsátásmentes energiatermelés, illetve az energiastabilitás szempontjából óriási jelentősége van. A legfontosabb előny, hogy nem kell új erőművet építeni, vagy erőművi blokkot, egy már meglévő és működőképes létesítmény segítségével állíthatunk elő további 20 éven keresztül villamos energiát. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése, az elkerülhetetlen rekonstrukciók, fejlesztések végrehajtása arányaiban jóval kisebb beruházást igényelnek, mint bármely új erőmű építése, üzembe helyezése. Előnye, hogy a klímacélok teljesítését is támogatjuk. A régió foglalkoztatását továbbra is közel 4000 saját munkahelyel gazdagítjuk. Az atomerőmű további működtetése természetesen támogatást jelenthet a helyi közösségek és a társadalom számára is. A tervezett üzemidőhosszabbítás mind a 4 blokkra vonatkozik. A projekt ütemterve szerint a környezetvédelmi engedélyek megszerzésére 2027-ben kerül sor. Az üzemeltetési engedélyeket megfelelő műszaki megalapozottság esetén 2032, 2034, 2036 és 2037-ben kaphatják meg a blokkok. Tájékoztattak arról is, hogy az Atomerőmű ZRT számára törvényben előírt 2 évi üzemanyagkészletet a jövő év folyamán 3 évnyire növelik. Ennek célja a bizonytalanság csökkentése, a folyamatos termelés biztosítása és az ellátásbiztonság növelése. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei ünnepi évzáró küldőgyűlését és a Magyarok Kenyere 15 millió búza szemprogram vármegyei adományozó ünnepségét rendezték Szekszárdon. Az eseményen beszédet mondott Jakab István, az országgyűlés alelnöke. Jakab István, az országgyűlés alelnöke és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke felszólalásában az országot és a gazdákat érintő agrárpolitikai témákról beszélt. Elmondta, mai világunkban fontos az egymásra figyelés, a kérdések és a viták megbeszélése. Hozzátette, a magyar gazdatársadalom segítése és kiszolgálása minden téren fontos. Egy korszerű gazdálkodás kell, arról beszéltem és arról beszéltünk, hogy a 21. századi tudást, a 21. századi technológiát alkalmazni kell, de természetesen ez nem elegendő,
megfelelő védelmet kell biztosítani az európai uniós gazdáknak, közöttük nyilván a magyar gazdáknak is, hogy a harmadik országokban előállított élelmiszer alapanyag vagy élelmiszer ugyanolyan minőségi ellenőrzésen essen át, mint amit tőlünk megkövetelnek. Ha nálunk megkövetelik a növényvédőszer csökkentést, vagy az egyes növényvédőszerek alkalmazásának tiltását, akkor ugyanezt meg kell követelni harmadik országokban is. Jakab István kiemelte, az adminisztrációs terhek miatt fontosnak tartja, hogy a falugazdász hálózat szaktanácsadói hálózatként működik. A falugazdász hálózat a jövő évtől átalakul, falugazdász tanácsadó hálózatként kell, hogy működjenek majd. Nyilván megfelelő létszámnövelés lesz, megfelelő szakmai felkészítés lesz, hogy érdemben tudják a gazdákat segíteni. Az a célunk, hogy a falugazdászok, a gazdák közvetlen kapcsolataként úgy működjenek együtt, hogy segítsék a gazdát az adottságainak a jobb kihasználásában, és a források szakszerű, pontos elérésére, hogy egyetlen egy eurócent ne maradjon a büdzsében. A Magyarok Kenyere 15 millió búzószem program már több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Az egész éven átívelő akcióban Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók, a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke elmondta, kezdeményezés az évek alatt sok változáson ment keresztül. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ a kezdetek óta szervezi az adománygyűjtést. Tolna megyében 2023-ban a mai napon 4 szervezetnek tudunk adománylisztet juttatni. 7000 kg összességében az a lisztmennyiség, amit most tulajdonképpen szétoztunk, és majd ezek a karitatív szervezetek fogják eljuttatni az adományt azokhoz a családokhoz, akik tulajdonképpen rászorultsági alapon ezt meg tudják kapni. Az elnök hozzátette, az idei évben megszervezésre kerül a Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíj program, amely határon belüli és túli fiatal diákokat támogat abban, hogy a szakmai előmenetelüket bővíteni tudják. Az adományokat a Galagonya Integrált Szociális Intézmény, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Szekszárdi csoportja és a Csapó Dániel Alapítvány kapta. Tolna vármegyében leesett az első jelentősebb mennyiségű hó, a magasabban fekvő részeken 10-12, az alacsonyabb területeken 6-8 cm vastagsággal. Az előrejelzések alapján a közutakon a Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársai a havazás előtti alászórást elvégezték. A burkolatra négyzetméterenként 20 g útszórósót juttattak ki. A katasztrófa védelem beszámolója szerint Zomba és Kégy között egy autó árokba borult. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint Madocsán és Tolnán műszaki mentésre volt szükség, mert autók csúsztak az árokba. Kétnél egy emelkedőn több nyári gumival felszerelt kamionnak a csúszós út miatt az út szélén kellett megállnia. A vármegye útjain több helyszínen történt koccanásos baleset is. A hatóságok a sofőröket az óvatos vezetésre szólítják fel. Második alkalommal került megrendezésre a Dombóvári I. és Gyula gimnáziumban a jótékonysági Mikulás futás, melynek megálmodója Takásné Reisz Anett iskolai könyvtáros volt. A résztvevők az árkádok előtt melegítettek be Kovács Viktória tanárnő és Palánki Lújza 5. kisgimnazista vezényletével. A futók különböző távok közt választhattak, végül összesen 96 kilométert teljesítettek. A résztvevőket meleg teával és zsíros kenyérrel kínálták meg a szülői munkaközösség tagjai, tájékoztatott az intézmény közösségi média oldalán. Bányai Sándor nemzetközi hírű élmény- és kalandpedagógiai tréner Szekszárdon tartott teltházas előadást az élménypedagógia kortárs módszereiről a Matthias Corvinus kollégium meghívására, amelyben felhívta a résztvevők figyelmét a komfortzónán túlra mutató újfajta módszerekre. A Komfortzónán túl címmel tartottak előadást a Matthias Corvinus kollégiumban. Bányai Sándor rendhagyó foglalkozása nem csupán előadás, bemutató, hanem az élménypedagógiai módszerének saját élményű kipróbálása is.
A mi szóhasználatunkban az élményszerű, élményen keresztül, tapasztalaton keresztül ható nevelést jelenti. Az egyik tananyag tanórai felhasználás, a másik tanórán kívüli a gyerekek mindennapi életében való fejlesztést jelent, szociális képességek, szociális kompetenciák fejlesztését jelenti ez a fajta élménypedagógia, amit a Kalandok és Álmok szakmai műhely képvisel. A workshop hétköznapi, olcsón beszerezhető, fantáziadús és szellemes eszközökkel mutatja be a felhasználás lehetőségeit a jégtörőjátékoktól a névtanulásig, a páros kommunikációs szituációktól a bizalomjátékokig és a kreatív probléma megoldásig. Ebben a játékos formátumban a kalapnak is fontos szerep jut. Kalap nélkül, mint egy felkért előadó, akinek az a dolga, hogy az élménypedagógiát bemutassa, hogy az élménypedagógiáról beszéljen, hogy az ezzel kapcsolatos kérdésekre választ adjon. Kalapban pedig, mint egy facilitátor, egy élménypedagógiai foglalkozás vezetője vagyok jelen, akinek az a dolga, hogy a résztvevők megéljék és megtapasztalják, hogy mi ez az élménypedagógia. Ez a személyes élmény nyújthat motivációt a módszer gyerekek közötti kipróbálásához is, hiszen az életben szükséges komplex cselekvőképesség csak az életszerű helyzetekben történő tényleges cselekvés során fejlődhet. Immáron 25 éve kerül megrendezésre a Pop Mikulás vármegyénkben, ahol a fogyatékossággal élők és egészséges fiatalok együtt várják a Mikulást, mindezt az elfogadás tükrében. Kindl Gábor ötlete alapján került megrendezésre az értelmi fejlődésünkben akadályozottak Tolna megyei közhasznú szervezete és a Forgassa Földért alapítvány közös szervezésében, melynek célja immár negyed évszázada változatlan. Töltsenek együtt egy vidám, felejthetetlen délutánt fogyatékkal élők és magukat épnek vallók az elfogadás jegyében. A 11. íjési gasztrokupán vettek részt a Tolnavár megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola diákjai. A kisújszálláson lezajlott megmérettetésen az intézmény pincér csapata arany, a szakácsok ezüst, még a cukrászok bronz fokozattal térhettek haza. Ezen felül egy szakács egyéni ezüst fokozatot is ünnepelhetett. Bonyhádon, a budai Nagy Antal utcában gyulladt ki egy családi ház. 4 járművel 20 tűzoltó vonult a helyszínre. A nappaliban egy idős ember találtak, de az életét már nem lehetett megmenteni. A tűzokát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni. A legtöbb lakástűz nyílt lángra, elektromos problémára vagy fűtési hibára vezethető vissza. Fontos, hogy idős, egyedül élő rokonainkra, szomszédainkra a fűtési időszakban is fokozottan figyeljünk. Hívta fel a figyelmet a Tolnavár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Mikulás ünnepség alkalmából karateversenyt tartottak a Szuhai Sportcentrumban Dombóváron. A résztvevők több helyszínről és különböző korosztályokban képviseltették magukat a versenyen. Minden évben hagyomány, hogy megrendezésre kerül a verseny, hisz Dombóváron már 48 éve működik az egyesület. A versenyzők nagy lelkesedéssel vettek részt. A mai napon, itt Mikulás napjához közeledvén egy Mikulás napi karate versenyt rendeztünk. Ez Zsinórban már a 18. Amikor Covid volt, vagy pandémia volt, járvány volt, akkor is megtartottuk, nyilván akkor szűkebb körben. Ma ugye viszonylag normál időszak van, nincsen annyira betegség, járványvész, és ezért ez a nevezők létszámán is jól látható. A versenyen a fiataloktól egészen a legidősebbekig minden korosztály képviseltette magát. Örömmel ideértünk, hogy versenyezzünk, sikerült is jó. Egy néhányan jöttünk, 4-5-en, a meghívásnak eleget. A 6-szoros világbajnok Kovács Adriána, a dombovári karatesüli tagja, már 2015 óta karatézik versenyszinten. Az utolsó nagy versenyünk az Athénban volt. Világbajnokság, ahol a küzdelmet sikerült megnyernem. Így ez lett a 6. világbajnoki címem. Ezek után voltunk Hevesen magyar bajnokságon, ott formagyakorlatban indultam, és 4. lettem. A legfiatalabb versenyzőt is megkérdeztük, és kiderült, hogy már óvodás korban is van érdeklődés. Már voltam kajátén,
fekvőtámasoztam, felülés, békaügetés, és még simicski vette meg ott a csatotér mellett. A változatos versenyszámokban minden korosztály lelkesen vett részt. Regionális híreink következnek. Meglepetés a beteg gyerekeknek, dalok, ajándékok a színészektől. Adomány, tanulássegítő eszközökkel gyarapodott a Bárci. Versmondás és szónoki beszéd, országos Babits Mihály nyelvhasználati verseny Pécsen. Beteg gyerekekhez látogattak el színészek a pécsi klinikára, hogy szebbé tegyék az ünnepi készülődés időszakát a jelenleg is kezelésre szoruló kicsiknek. Dalokkal és ajándékokkal érkeztek az intézménybe, ahol jelenleg mintegy 100 gyermek gyógyul az adventi időszakban. A művészek azt mondták, hogy ha már nem jöhettek el az előadásukra a kis betegek, akkor ők keresik fel őket, hogy egy kis boldogságot vigyenek a kórtermekbe. Érkeznek a művészek és az ajándékok a pécsi gyermekklinikára. Azoknak a gyerekeknek akarnak örömet szerezni, akik kórházban töltik az ünnepi időszakot decemberben. Gyermekek számára a karácsonyra való készülődés talán még fontosabb, mint számukra, felnőttek számára. Bár azt általában el tudjuk érni, hogy december 24-e, 26-a igazi ünnepi időszakában tényleg csak azok a gyermekek legyenek a klinikán, akiknek nagyon muszáj. Az ünnepekre készülődés időszakában azonban mennie kell tovább a betegellátásnak, úgyhogy viszonylag nagy számban, általában 100 körüli gyermek van a klinikánkon, most is ilyen számban vannak itt beteg gyermekek. Akik nagyon örülnek, ha a karácsonyi készülődés hangulatát a betegágyukhoz hozzák, ha már ők nem mehetnek ilyen rendezvényekre, vagy éppen haza a kezelésük miatt. Mondta a klinika igazgató, aki megköszönte az előadást és az ajándékokat. A Mátyás Mesék című zenés darabból hoztak dalokat a színészek. A gyerekek nagyon szeretik, a felnőttek is nagyon szeretik, erre mindig külön odafigyelek, hogy a gyermek előadáson a felnőtt is érezze jól magát, tehát családi legyen, az nagyon fontos számunkra, és egyszer csak a feleségemnek, aki a producere is, a Moravec-Somogyvári Andrának pattant ki a fejéből, hogy itt vannak azok a gyerekek, akik nem vehetnek részt a karácsonyi előkészületekben, az ünneplésben, és hogyha nem tudnak eljönni a színházba, akkor a színház jöjjön el hozzájuk, és egy picit varázsoljuk ide nekik a szeretet ünnepét. Énekelve keresték fel a kórtermeket sorba, és ajándékozták meg a beteg gyerekeket az előadók. Mintegy 50 csomagot osztottak ki, amiben a Mátyás Mesék kifestőjét és finomságokat csomagoltak. 2 millió forint értékű felszerelést, tabletteket, könyveket és egyéb tanulássegítő eszközöket kapott a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ Kaposváron. A felajánlás a Desedo jótékonysági futónap bevételéből származik, amelyet a Lakner György második ellátóezred szervezett. Az eszközöket egy mikulásváró ünnepség keretében adták át. Új eszközöknek örülhettek a Módszertani Központ tanulói. A Honvédség által szervezett jótékonysági futóverseny bevételét már nem először kapják eszközök formájában. Ez a kapcsolat nagyon spontán és véletlenül alakult ki, ha vannak véletlenek, mert a futóversenyeken, amelyeket a Honvédség is szervezett, részletek a mi kollégáink is. És ott egy olyan szervező csapat volt, akik nagyon segítőkészek voltak minden szempontból, és összetalálkoztak a mi kollégáinkkal, és így aztán valahogy úgy adódott a dolog, hogy elkezdtek támogatni bennünket pár évvel ezelőtt. És ez a támogatás nőttől nőtt, és egyre nagyobb lett a rendezvény, és nagyon örülök annak, hogy a Honvédségnek is van egy olyan összetartó csapata, mint amilyen a Bárcinak van a kollégák között, és ez a kettő dolog össze tudott találkozni, és így ilyen színvonalas rendezvényre is sor kerülhet köztünk, és ráadásul mindez 2 millió forint adományt is kapott az alapítványunk.
A szervezők minden alkalommal a központtal egyeztetve vásárolják meg azokat az oktatástechnikai eszközöket és felszereléseket, amelyekre az intézménynek szüksége van. Tavaly a tabletek voltak a kérése a támogatott szervezetnek, tehát a Bárci Gusztávnak. Most ugyanúgy megkaptuk a kívánságlistát, hogy úgy fogalmazzam, és ennek megfelelően, tehát eszközöket, könyveket, mikrofonokat, egyéb ilyen termékeket adtunk át. A futóverseny csaknem 10 éves elindítása óta a résztvevők száma is évről évre emelkedik. A szervezők így azt remélik, hogy jövőre még nagyobb adománnyal segíthetnek majd egy kiválasztott szervezetet vagy intézményt. Országos Babits Mihály nyelvhasználati versenyt rendeztek Pécsen a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma és kollégiumában. Az 1997-ben indult és 2005-ben megszűnt szavaló verseny 17 év után újra élet, még tavaly 2022-ben. Az országos megmérettetést 10 és 12. évfolyamos középiskolások számára hirdették meg. Versmondás és szónoki beszédírása, illetve előadása volt a feladat. Az ország egyik távoli városából érkezett Galovics Luca. A diáklány először vesz részt a Babits nyelvhasználati versenyben. Az országos megmérettetés mindenképpen nagy kihívás számára. Én Székesfehérvárról érkeztem, szóval kicsit körülményes volt az ideút, de úgy gondoltuk, hogy remek tapasztalat lenne, mert ez a szónoklás történet ez így kimaradt eddig a repertoárban. A versmondó versenyre sokat járunk a csapattal, de szónokolni még nem szónokoltunk, szóval kipróbáljuk magunkat. Egy tavalyi győztes idén is próbára teszi magát. Madarasi Flóra, a budai Ciszterci Szent Imre gimnázium tanulója. Igazából magammal szeretnék leginkább küzdeni, de úgy érzem, hogy jól sikerült, és hogy ennek megfelelően sikerült teljesítenem. És hát idén is nagyon izgalmas, és a tavalyihoz hasonlóan nagyon várom a szónoki beszéd megírását és előadását is. A Babits Mihály nyelvhasználati verseny 1997-ben indult, és 2005-ben megszűnt. 17 év szünet után újra élet 2022-ben. A szervező tanárok bíznak abban, hogy a továbbiakban hagyományteremtő módon folytathatják a nyelvhasználati versenyt. Az országos megmérettetésre 10 és 12. évfolyamos középiskolások jelentkezhettek. Versmondás és szónoki beszéd írása, illetve előadása volt a feladat. Idén is hasonló az elvárás, mint tavaly volt. A Babits versek listáját bővítettük egy kicsit. Tavaly kevesebb költemény közül választhattak a versenyzők, most azért sokkal több vers volt, amik megnézhettek maguknak. És hát nyilván változott a könyv is, tehát a Gólya Kalifa című regényéhez kapcsolódnak a szónoki beszédek, és talán még változás az is, hogy tavaly két zsűri bírálta, tehát külön volt a szavalatoknak és a szónoki beszédeknek a zsűrizése, és most idén úgy döntöttünk, hogy egy zsűri bizottság lesz, és ők fogják mind a két produkciót értékelni. Ez egy országos verseny. A selejtezőket az iskolák már korábban lebonyolíthatták. Eredetileg 20-an jutottak be a döntőbe, de betegség miatt csak 15-en vehettek részt az idei országos Babits nyelvhasználati versenyben. A jutalom könyvutalvány, illetve pénzbeli díjazás korábbi pécsi ciszterci szavaló versenyes öreg diákok részéről. Az eseményről bővebben a Pécsi Kör című kulturális magazinban értesülhetnek nézőink. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit, még egyszer nem. Újabb 20 évvel kiterjesztették az atomerőmű üzemidejét, sajtótájékoztatót tartottak Pakson. Adományozó ünnepség Szekszárdon a Magyar Kenyere program keretében adtak át köszönő leveleket. Élménypedagógián innen, komfortzónán túl, tapasztalati tanulás az oktatásban. Megmérettetés, karate verseny Dombóváron. Csütörtökön a Dunántúl jelentős részén erős lökésekkel is kísért észak-nyugati szél fúj, majd máshogy gyenge marad a légmozgás. Túlnyomó részt erősen felhős idő lesz jellemző. A Duna vonalától keletre gyengül jobban a hóesés, a hószálingózás, illetve a vegyes halmazállapotú szitálásokkal lehet számolni. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!